Bruttó bérnövekedést mutatnak a statisztikák itthon, a nyár végi adatok szerint is 13,2%-kal nőttek a hazai bruttó bérek. Az érdemi növekedés a következő évben kitarthat, a tavaly megkötött bérmegállapodásnak megfelelően a minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedhet. Dr. Egri Imre a vendégem, közgazdász főiskolai tanár, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát akkor kezdjük onnan, hogy az idei évelei béremelkedés a minimálbérnél egy 15%, garantált bérminimumnál egy 25%-ot jelentett, és nagyon sokan ezt bérfelzárkóztatásnak nevezték, nem is igazán béremelkedésnek. Miért is? Hát a bérfelzárkóztatás, ezt a kérdést így önmagában nézzük, Magyarországon akar több szektorra is bontható. Hát ha kezdjük magunkkal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével, a mi béreink egyértelműen alacsonyabbak, mint a budapesti bérek. Nekünk fel kell zárkózni Budapesthez. Aztán fel kell zárkózni a szektoroknak egymáshoz, és hogy a szociológusok legújabb problémája az, hogy hogyan van az, hogy a magyar bérek akár 20 kilométer a határ egyik oldalán jóval alacsonyabbak, mint ugyanolyan képzettséggel, ugyanannak az embernek a határ másik oldalán. Itt akar többszörös különbség is mérhető, például Ausztria és Magyarország között, nem is beszélve, még másabb, ugye fejlettebbnek titulált nyugati országokkal szembe magyar béreknél. Már ez a béremelés, vagy bérfelzárkóztatás is megosztotta a munkaadókat, mert hogy a nagyobb vállalatok azt mondták, hogy mivel munkaerő hiánnyal küzdenek, erre szükség volt, de a kisebb vállalkozások azt mondták, hogy a versenyképességüket nem javítja, hiszen még mindig jelentős adó- és járulékterheknek vannak kitéve. Milyen szemszögből kell ezt nézni? Ez komplex kérdés. Hát ha a vállalkozásokat, mondjam, adóztató államot vagy az adókat tekintjük Magyarországon, úgy összesen, ezt itt a mi közgazdász kollégáink tudnák pontosan megmondani, több mint 70 fajta adó van. Tehát igen kreatív ez az adószerkezet, na most nyugi, más országokban is ez. Na most ezek szempontból ugye nézve egyes adók a KKV-knak kedveznek, más adófajták pedig a nemzetközi nagy multinacionális cégeknek kedveznek. A KKV-kkal kapcsolatban Magyarországon az a helyzet, hogy ők egy olyan fázisban vannak, amiben fázisban ezek a multinacionális cégek 100-150 évvel ezelőtt voltak a saját hazájukba, ahol igen jelentős állami támogatással, jó piaci környezetbe volt idejük, ugye az eredeti tőke felhalmozódás, ezt így mondjuk. Nálunk most kell összegyűjteni. Most telik az a 10-20, esetleg 30 év, amivel fel kell nekünk zárkózni, és még tőkét is kell nekik felhalmozni. Ez jellemzi a magyar KKV szektort. Tehát itt bért emelni csak úgy lehet, hogyha ő nekik is növekednek a bevételeik. Tehát vagy árnövekedés van, vagy bővülnek. A KKV-knak én úgy látom, hogy legfontosabb dolog lenne az, hogy ők bővülni tudjanak, és kinyíljanak előttük még jobban a nyugat-európai piacok, de ott már ugye olyan versenytársaink vannak, akik 300 éve tréningeznek. Tehát nagyon nehéz ezt megcsinálni. Na most a nagy multinacionális nemzetközi cégek, ott pedig az van, hogy egyes országok úgy mondjuk, hogy adóversenyben vannak. Adókat versenyeztetnek, és az ő jövedelmük, az ő bevételeik nem csak akkor növekednek, ha ők jól dolgoznak, hanem akkor is növekednek, hogyha egyes adófajták a ő létüket igazándiból figyelembe veszik és differenciálnak a javukra. Meg akarjuk tartani ezeket a cégeket Magyarország, meg akarjuk tartani ezeket a munkahelyeket, és ezek a nagy nemzetközi cégek tulajdonképpen alkupozícióban vannak, akárhogy is nézzük. Tehát nem azt csinál a magyar kormányzat, amit akar, hanem amit az adott alkupozícióból kihozni lehet. Na, még a multicégekről beszélünk egy picit, de közben az jutott az eszembe, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások bizonyos ágazatokban már így is munkaerőhiánnyal küzdenek, és ez a munkaerőhiány, ha beszélnek róla, ha nem, de visszavezethető egyébként a bérekre, vagy a béreknek a lassú növekedésére, emelkedésére. Ez egy ilyen körkörös folyamat. Hát az, hogy a szakmunkásoknak egy igen jelentős része elment nyugatra dolgozni,
az egy csapás a magyar gazdaság életre. A másik, még szerintem nagyobb csapás, az, hogy nem biztos, hogy abban a munkakörben dolgoznak, amire őket képesítették. Tehát egy lépcsővel alacsonyabb munkakörben dolgozik nagyon sok ember, akik például az építőiparból elmentek nyugatra, vagy más területekről is elmentek nyugatra, vagy szolgáltatásba, és ezek az emberek tulajdonképpen a begyakorlottságuk, képesítésük folytán jó, megkapják a több pénzt, mint amit itthon, de igazándiból az ő munkaerőjük itthon nagyon szükség lenne. Ők, én úgy gondolom, hogy egy részük biztos, hogy hazajönne, hogyha egy, a nyugati béreket egy 60-70%-ban megközelítő bér lenne. Tehát itt a béreknél mindenképpen azt kell nézni, hogy mennyi a vásárlóereje annak a bérnek, nem az abszolút összeget vagy akár az átváltást kell tekinteni, hiszen Magyarországon vannak olyan dolgok, például a szolgáltatások, amelyek relatíve jóval alacsonyabbak. A vásárlóerőt tekintve nézzük, akkor a abszolút összegeket tekintve, ha megközelítjük a nyugati bérszínvonalat mintegy 60-70%-ra, akkor mondhatjuk el, hogy körülbelül szolgáltatásban és javakban is körülbelül relatíve ugyanannyit tudunk fogyasztani, mint akkor vagyunk versenyképesek. Most nem vagyunk még itt. Hát ezek az átlagbérek még mindig sokkal alacsonyabbak, ez még nem lehet vonzó, mondjuk a már külföldre vándorolt munkaerőnek, de egy másik dolog is az eszembe jutott közben, hogy egyébként most azokban az ágazatokban járhatnak jól, akik itthon munkát vállalnak, ahol jelentős a munkaerő hiány, mondjuk kereskedelem, építőipar, vendéglátás és akár a mezőgazdaság is, mert hogy most már nem mennek el annyiért dolgozni, mint amennyiért korábban elmentek, hanem ezekben a szektorokban azt jósolják, hogy jó, nagyobb arányban emelkedhet a bér a következő években. Igaz lehet ez? A bérnek mindenképpen emelkedni kell, mert kiürül az ország. Tehát, hogy mondjam, elmennek az emberek máshova. A másik dolog az, hogy hát ha KKV-kat tekintjük, de akár a multikat is, hogyha tekintjük, tehát a nagy nemzetközi cégeket is, hogyha tekintjük, akkor ők is meg akarják tartani ugye a munkaerőt. Ők az ő jövedelmezőségük rovására mindenképpen emelni fognak. Muszáj nekik emelni béreket, és ez egy lassú, hogy mondjam, utolérési kényszerpályát eredményez a magyar gazdaság számára, amivel a nyugatiakat utol tudjuk élni. De közben azért ellentétes tendenciák is vannak, mert azért a nyugati munkaerőpiacon is megjelent a konkurencia, tehát én most nem a migránsokra gondolok, mert az egyelőre úgy tűnik, hogy nem igen lesz konkurencia, hanem olyan szempontból jelenik meg, hogy Kelet-Európából például az ukránok igen nagy létszámban áramlanak nyugatra, azok körül, hát azt nem mondom, hogy annyit érnek, mint a magyar, vagy a lengyel munkaerő, vagy a szlovák, de annyit, mint a román, meg a bulgár mindenképpen érnek. Szakmai képzettségüket, munkakultúrájukat tekintve. A másik dolog pedig az, hogy megjelent ez a Brexit, ugye, ami azt jelenti, hogy hát az angolok legalábbis azt ígérik, hogy nem zavarják haza a kelet-európai munkaerőt. Az lehet, de többet nem fogadnak. Tehát ez a másik dolog, hogy azt az évi több százezer munkaerőt, amit eddig folyamatosan szívott fel a brit gazdaság, ez lezárul. És úgy tűnik, hogy ma már a Brexitben érdekeltebb Franciaország és Németország, mint Anglia vagy Nagy-Britannia, ugye, hogyha az egész országcsoportot mondjuk, és ez azt jelenti, hogy nem lehet visszacsinálni. Tehát nem érdeke az Európai Unió vezető államainak, hogy a Brexitet visszafordíthatóvá tegyék. Hogyha itthon maradunk és megnézzük a hazai bérfejlesztést, ami mondjuk az elmúlt akár 7-8, de 10 évben, ha lassan is, de megindult, és az állami szférára gondolok elsősorban, ahol egyébként életpályamodelleket is bevezettek bizonyos ágazatokban, ott egy folyamatos bérfejlesztés megtarthatja a munkaerőt. Míg mondjuk a versenyszférában lemaradnak a fizetések a tekintetben is, hogy egy diplomás, ha munkát vállal az állami szférában, akkor biztosabb fizetésekre, bérekre számíthat. A versenyszférában talán egy diplomás nem kap annyit. Itt az elmúlt időszakban már szóba került egy úgynevezett diplomás bérminimum is. Erre szükség lenne? Hát biztos, hogy szükség lenne abból a szempontból, hogy a diplomások ugye biztosnak érezzék maguk alatt a talajt. Ez az egyik dolog, de legfontosabb lenne talán az, hogy azok a munkahelyek, ezt ugye volt régen az úgynevezett szociális piacgazdaság,
ez még, amikor mi tanultuk. Aztán jött ugye a mostani kormányunknak a programja, a munkaalapú társadalom, munkaalapú gazdaság, és most már egyre gyakrabban halljuk a tudásalapú társadalmat. Na most itt egyértelmű, ami az embereknek azért úgy tudat alatt mindenkiben benne van, ugye, hogy ha egy kétkezi munkást tekintünk, ugye ez szokták ugye bérminimummal szabályozni, hogy nehogy elszaladjon alul lefele, akkor egy diplomás a hozzáadott értéket, meg az átlag európai béreket, ezt úgy 50 évre néztem meg visszafele, az azt jelenti, hogy kb. 9-10-szer annyi jövedelmet tud termelni és realizálni egy diplomás. Tehát egy kvalifikált munkaerő, ezt úgy mondjuk. Tehát a kvalifikált munkaerő. Na most a kvalifikált munkaerő hatékony használatához, hogy ez kijöjjön, ahhoz kvalifikált munkahelyek kellenek. Tehát itt akkor fog felzárkózni, azt mondjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a budapesti kvalifikált munkahelyekhez, ha nálunk is kvalifikált munkahelyek lesznek. Akkor fognak felzárkózni a magyarországi munkahelyek Nyugat-Európába, ha még kvalifikáltabb munkahelyek lesznek. Tehát Magyarországon akármennyire is mondják, hogy nem tudom én, vannak olyan, és még vezetők is, hogy egy jó szakmunkás többet ér, vagy ér annyit, mint egy jó diploma. Ha mindegyik a helyén van, akkor ez nem igaz. Akkor Nyugat-Európából mindenki elmenne szakmunkásnak, de nem megy. Tehát azok az emberek, akik nálunk az itt lévő nyugati cégek, akkor a Mercedes, vagy a többit sorolnám, azoknak a menedzserei, azok igenis nyugatról jönnek, és kvalifikáltak. Tehát na most ezek a munkahelyek azok, amelyek ránk várnak, ami a mi diákjainkra, vagy a mi mérnökeinkre kell, hogy várjanak, és a mi megyénkben is ugyanazt kell csinálni. Most lehet, hogy beleszaladok néhány politikába, amit mondjuk Debrecen következetesen alkalmaz, hogy ott évente 5000 ember végez az egyetemen, körülbelül ennyi munkahelyet kell létesíteni, kvalifikált munkahelyet. Most már nálunk is úgy tűnik, hogyha növekedni akarunk, és boldogulni akarunk, és jövedelmet akarunk, akkor nekünk is kvalifikált munkahelyeket kell létesíteni. És ebben a megyében is már csak egy percben, tanár úr, de azt még fontos megjegyezni, hogy a régiós különbségek. Tehát ugye mi kitekintettünk és megnéztük, hogy külföldön a reál keresetek, a bizonyos szakmákban a keresetek mennyivel magasabbak, de hogyha csak a közvetlen környezetünket nézzük meg, és mondjuk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diplomásnak a fizetése alacsonyabb, mondjuk, mint egy Hajdú-Bihar megyei, vagy a fővárosi. Hát a főváros az markánsabb. Itt akar 100%-os különbséget is lehet, ahogy én tapasztalom, mérni ezen a területen. Tehát az azt jelenti, hogy azok a munkahelyek, de ennek már ugye több évtizedre visszamenve, már rendszerváltás előtt is így volt, ugye, hogy a menedzser munkahelyek, a kutató munkahelyek, azok Budapesten voltak ugyanannál a cégnél, és akkor a összeszerelő, munkát végző munkahelyek, azok a mi megyénkben voltak. Na most ez azt jelentette, hogy itt természetesen akkor kevesebb a bér, a hozzá kapcsolódó jövedelem, és itt nekünk törekedni kell arra, hogy ezek a cégek, amelyek itt születnek, azok a kvalifikált munkahelyeket is telepítsék ide. Ennek a képzésére, erre kiépült oktatási rendszerünk, minden megvan hozzá az infrastruktúra, minden megvan erre a területre, és nincsenek olyan nagy távolságok Magyarországon, ami indokolná, hogy ezek a munkahelyek akkor ne itt létesüljenek. Tehát azt mondom, hogy le kell hozni a kvalifikált munkahelyeket a többi munkahelyel együtt ebbe a megyébe, ebbe a régióba, és akkor nálunk is muszáj kell, hogy emelkedjenek a bérek és a bérszínvonal. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.